aki lakást néz, lakást próbál vásárolni, vagy vásárolt is az elmúlt időben, az pontosan tudja, hogy az ingatlan árak az egekbe szálltak, felpörgött erőteljesen a lakáspiac. Az ingatlan hitelek kockázatainak a kezeléséről pedig ajánlást adott ki a Magyar Nemzeti Bank, tehát kockázatos most az ingatlan hitelpiac. Lovas Judit közgazdász, az énpénzem.hu felelős szerkesztője a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Állítólag kiózanodás jön ezen a piacon, és ennek erre a kockázatra, erre a helyzetre készíti fel az MNB is bárkit, aki ezzel foglalkozik, ezzel az ajánlással. Pontosan miről van szó, és mikor történhet meg ez a változás? Igen, ez az ajánlás a bankoknak szól, tehát a Magyar Nemzeti Bank, amelyik a bankokat felügyeli a piacon, különféle vizsgálatokkal, ugye a törvények betartásával folyamatosan felügyeli a piaci szereplőket, és ezen kívül ajánlásokat tesz nekik. Az ajánlásokat nem kell betartani, azért ajánlás. Hát valójában be kell tartani, de ezek nem törvényi erejű, nem törvényi erejűek ezek az ajánlások, de illik betartani. Nyilvánvalóan figyelembe veszik a piaci szereplőket. Így van, és tehát gyakorlatilag muszáj betartaniuk. És a Magyar Nemzeti Bank most egy olyan ajánlást tett a bankoknak, ami az ingatlan hitelek fedezetének a nyilvántartásával kapcsolatos, hogy hogyan kell ezeket az ingatlanokat értékelniük, illetve az nagyon fontos, tehát ennek az egész ajánlás csomagnak vehetjük ezt egy csomagnak, amit most tett a bankoknak. Tehát van egy olyan üzenete, hogy felkészíti a bankokat, illetve elvárja a bankoktól, hogy készüljenek fel arra, amikor elkezdődik majd az ingatlan piacon az értékcsökkenés, tehát majd amikor elkezdenek az árak csökkenni. Illetve azt is ki lehet olvasni, mert hiszen azt mondja, hogy a bankok ne építsék le teljesen a workout tevékenységet. A workout foglalkozik a bedőlt hitelekkel, és noha most úgy tűnik, hogy a bankrendszer jelentős sem megszabadult a rossz hitelektől. Zárójelben megjegyzem, ezek a rossz hitelek megvannak, csak nem a bankoknál, hanem odaadták faktorcégeknek. Tehát nem lettek jobbak ezek a nem teljesítő hitelek, viszont most nagyon sok új hitelt folyósítanak, ezért arányában úgy tűnik, hogy egész jó a bankoknál lévő hitelállomány. Kísérteties viszont, amikor azt mondja a bank, a Nemzeti Bank, hogy figyelni kell arra, hogy minimalizálják annak az esélyét, hogy az ingatlanok nyilvántartott és valós piaca eltérjen. Mennyire tér el az ingatlanok nyilvántartott és valós piaci értéke ebben a pillanatban? 2008-as hangulata van ettől a mondattól az embernek. Igen, jelen pillanatban biztos, hogy nem tér el, hiszen egy emelkedő piacon vagyunk, vagy hogyha eltér egyes ingatlanoknak az értéke a bankoknál, az valószínűleg alacsonyabb értéken van nyilvántartva, hiszen egy folyamatos áremelkedést látunk a piacon. Ugye ez akkor lesz veszélyes, amikor áresés következik be, hogy ez mikor és milyen mértékben jön el. Ezt azt gondolom, hogy jelen pillanatban senki nem tudja, de ennek közeleg az ideje. Tehát egy nagyon drasztikus áremelkedést látunk. Hát 2013 óta évente átlagosan 14%-os az emelkedés. Mikorra jósolja ezt a potenciális zuhanást? Hát én nagyon nem szeretnék jósolni, de én azt gondolom, hogy néhány éven belül biztosan el fog ezt Mennyi következni. Mennyi a néhány? 2, 3, 6, 8? Hát inkább a 2-3-ra tippelek, de ez nagyjából olyan, mint hogyha most egy varázsgömbből Igen. kellene valamit mondani. Viszont ami nagyon nagy kockázatot rejt még magában, tehát mondjuk a bankok szempontjából az, hogy nem akkora a fedezet, mint amit ő nyilvántart, de a másik az, hogy elkezdődhet majd a hitelek nem teljesítése, az pedig azért fog bekövetkezni, mert el fog indulni egy kamatemelkedés ezen a piacon, és jelen pillanatban a teljes hitelállománynak a döntő része az nagyon gyorsan átárazódó lakáshitelekből áll, ami azt jelenti, hogy a kamatot akár 3 havonta, akár 6 havonta, vagy maximum 1 évente állapítják meg. Vannak hosszabb kamatperiódusú hitelek is. Kerülhetnek emberek olyan tragikus helyzetekbe, mint a most nem párhuzamos a történet, csak a sors szempontjából, mint a devizahitelesek? Én azt gondolom, hogy igen. Már csak azért is, mert annak idején, amikor a devizahiteleket forintosították, akkor ezeket a kölcsönöket
3 havonta átárazódó forinthitelekre váltották. Az ma minden tizedik családot érint, még mindig Magyarországon, hiszen csak a jómódúak szabadulhattak meg, még az, a kormány segítségével is ezektől a devizahitelektől. Akikről most beszélünk, azok hányan vannak potenciálisan? Akiknek ilyen nagyon gyorsan át, tehát gyakorlatilag a hitelállománynak körülbelül a fele az, akik gyorsan átárazódó hitelekkel rendelkeznek. Hány ember ez talán, mekkora ez a hitelpiac most? Hány emberről beszélünk? Aha. Hát most ugye az a kérdés, hogy családról vagy szerződésszámról, de több százezer szerződésszámról beszélhetünk. Éppen ezért tehát azt gondolom, hogy aki most vesz fel hitelt. És az MNB is egyébként a fogyasztók irányába ezt hangsúlyozza folyamatosan, ezzel az úgynevezett fogyasztóbarát lakáshitelével is, hogy mindenki olyan kölcsönt vegyen fel a jelenlegi piacon, amelyik hosszú távra fixált kamatozású. Ez azt jelenti, hogy lehetőleg 10-15 vagy akár a futamidő végéig fix kamattal rendelkezik, ugyanis amikor elindul a kamatemelés, már pedig az biztos, hogy el fog indulni mondjuk a 1-2 éven belül, és ez akár drasztikus is lehet, tehát itt majd beszélhetünk talán 30%-os törlesztő részlet növekedésről is, tehát amikor ez elindul, akkor azokat nem fogja érinteni, akik hosszú távra fixált kamatozású hitelt vettek fel. Tehát csak, hogy összefoglaljam a nézők kedvéért, amit most mondott, hosszú távra fixált kamatozású hitelt érdemes felvenni, nagyon figyeljenek arra, hogy ne 1-2-3 hónaponként változó kamatozású hitelt vegyenek fel. Köszönöm szépen, erre volt időnk, ez volt a lényeg, ez volt a legfontosabb. Köszönöm, hogy eljött. Nagyon szívesen.